Na, egy kis update a lányokról, gyerekek, mert van. Sokan kérdezgetitek se, Nikolas, meg így, meg mi a helyzet, stb., meg spekuláció. Na, hát az a helyzet, hogy először is annyit ugye mondjak el, aki még nem tudna, hogy ez két hölgy, ugye az anya és a lánya, nagyon kedves, meg nagyon rendes hölgyek idáig, ahogy megismertem őket. És ugye még mióta ismerjük egymást, a Vegfest előtt egy héttel vagy kettővel kezdtünk el beszélgetni, és akkor jöttek le, mikor volt január 20-valahányadikán a Vegfest. Így kevesebb, mint egy hónapja ismerem őket. És akkor mikor? Na, de ugye, úgyhogy még ismerkedünk és barátkozunk, ennyi volt ideig, de a héten a mama egy kicsit, azelőtt is ugye textelgettünk SMS-sel Leankával is, meg az anyjával is, de a héten a mama egy kicsit elkezdett túl kedves lenni, meg ugye átment egy kicsit flörtölősbe, és nem is gondoltam ezelőtt, ugye már beszélgettünk már az első beszélgetéskor. Én elmondtam, és azután is említettem, hogy én ugye én is családot akarok alapítani, meg gyermekeket, stb. Úgy meg se fordult a fejembe, ugye hát a mama most őt a 49-et, úgyhogy 50 lesz hamarosan se, ja, úgyhogy meg se fordult nekem a fejembe, de neki úgy látszik, hogy megfordult. És ugye, hát én startból azért üzentem a Leankának Facebookon, mert láttam, hogy szingli, ugye, 27 éves szingli, és vegan, és szereti a gyümölcsöket, meg szeretné termeszteni, és úgyhogy startból azért üzentem neki. Na ugye az első beszélgetésünkkor kiderült, hogy 18-at tőtt most ütötte be, február 2-án, és nem 27, ugye csak azért írt a Facebookon, mert mikor regisztrált, hogy mit tudom én, ne, hogy fogadja a kárt. Na, de az első beszélgetéskor, mikor szóba jött ezek az év, meg ilyesmi, akkor a Leanka azt mondja, hogy nem számít, azt mondja, hát az életkor az csak egy szám, azt mondja. Tehát mindegy, hogy hány éves az ember, nem azt számít. Jó, van magamban, mondom, oké, akkor ez, akkor mondom, hát 18, kicsit fiatalunk, inkább 25-30 körül gondolkozok én, de Leanka érett agyilag se, azt mondja, az év nem számít. Akkor oké is. De lássá esett nekem a fejembe, hogy arra gondolt ő, hogy az anyjas a közén köztemi év nem szám. De mindegy. De mondom, beszélgettünk, és és nem volt, hát mondom, kell ismerkedni, barátkozni, ugyes, tehát nem volt semmi egyéb célú, egyébféle beszélgetés, vagy nyomulás senki részéről, amíg ugye a héten a mama el nem kezdett, héten, hát már múlt héten, el nem kezdett túl sok izét küldeni ilyen SMS-et, ami ilyen szívecskék, meg stb. Is, hogy így reangondul, úgy mondom. Várja a hely. Itt bajok vannak. A mama engem akar, él a leánya. Ups! Na, mindegy. Én persze úgy válaszoltam az SMS-ekre, hogy semlegesen, tehát nem küldtem szívecskét se. Ugye nem akartam SMS-be mondani, azt vártam, hogy jönnek a hétvégén, és akkor megbeszéljük a dolgokat, ugye. Felnőttekhez illően. Úgyhogy semleges válaszokat adtam, és gondoltam abból már fogja érezni, de
nem érezte. Úgyhogy mondom, jó van, akkor lejönnek, se beszélgettünk, úgyhogy le is jöttek szombaton, se... szombat este, vagy vasárnap. Jó, nem, vasárnap. Vasárnap este, mondom, oké, mert szombat ugye, akkor jöttek, meg minden, meg ettünk, meg dolgoztunk későig se. Akkor fejeztem be a második rend festést. Szombat este, jó. Éjjel, hajnal, 2:30-kor. Na, de mindegy, vasárnap... vasárnap, mikor is, nem is este, hanem vasárnap délfelé, mikor ettünk. Ja, mondom, na oké, akkor most ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Akkor mondom, hogy látok le, anyuk, üljünk le, meg kettőt kéne szóljunk. És akkor mondom, hogy azok az SMS-ek, föltörős SMS-ekkel kapcsolatban mondom, mama. Mondom, mama, bocsi, te jó fáj vagy, meg minden, meg ugye, meg így egy baráti alapon ugye szeretlek, de mondom, így a kapcsolatbeli, nem, ja, mondom, hát én ugye, ahogy már mondtam, ahogy már említettem, mondom többször, én is családot szeretnék alapítani, gyermekeket, meg mindent, te azonban túl vagy, azt már ugye megcsináltad, két felnőtt gyermeket van, 18-20 éves a bátyja, a fia, a csajnak a bátyja. Amúgy ő is megjelent hétvégén, érdekes sztori. És mondom, hát, ja, hát nincs, sajnálom, de nincs, hogy mit jön ez a dolog, úgyhogy tartalan a dolog, azt mondja a mama, hogy ja, jó, hát igaz, én gyermeket ma ugye nem akarok. Csak azt mondja, jó volt úgy beszélgetni, egy kicsit flörtölni, gondolta, hogy mit tudom, mi egyedül van, van olyan régóta, mit tudom. Mondom, oké, semmi gond, de... És akkor... Ja, hát ennyi volt egy rövid kis... nem szeretek én izé ott, hogy találgassuk meg... meg izé... kanyarfurú. Egyenesen, mondd meg. Sőt, csak az nekem lesz elsett az el, hogyha tudjam én ezt, hogy a mamának ma elejtőben... Na, már a következő beszélgetés aztán a csajon lesz, ugye. Csak a hétvégén ott szülinap volt, lejött vasárnap, megérkezett a fia. És akkor nem akartam már tovább boncolni a dolgot, de a következő beszélgetés a kislányjal lesz. Csak úgy akartam az ugye, hogy privátban legyen a kettőnk között. De azt előbb le akartam mindenki előtt tisztázni, hogy a mama iránt nincs nekem semmi. De hogyha mondom, itt tudjam az elejétől, az első beszélget, csak mondom, lesásett nekem, hogy ez is benne lenne a pakliba. De ja, mama, mint csomag, gondoltam, hogyha jön a leánkas, azt az anyja, hogy package deal, ugye, úgy mondja. De... Na, úgyhogy nem tudom a részleteket, majd a Leánka elmondja. De a... Leánkával majd leülünk, és akkor megbeszéljük, hogy akkor az most tényleg, hogy van ez a dolog. Akkor most, hogyha az év nem számít, akkor, hogyha nem számított... ha nem számítana az anyja közöttem, akkor köztem és közöttem se kell számítson, ugye? Na, de mindegy, végül is Leánkával leülünk, se megbeszéljük a dolgokat. De mindegy, hogyha ő azt mondja, hogy ő úgy érzi, túl fiatal, nem, még nincs kész egy kapcsolatra, és gyermekre, stb., akkor sincs semmi gond, mert akkor marad ugye minden, ami, ahogy volt eddig, tehát segítnek nekem a farmon, kész. Na, de... jó, ennyi egyelőre, amit ugye el akartam mondani.
És jó, majd folytatás következik.